Egy érezhető feszültség volt egyébként, és ugye akkor érkeztek, és egy teljesen szervezetten skandálva, hogy visszajöttünk, stb. Tehát... Együtt skandálva, hogy cigánybűnözők meg fogtok dögleni, és akik ott álltak a bátyám házzal, egy sorfalat rendőrök, azoktól megkérdeztem, hogy ezektől meg fogtok tudni védeni minket? És az egyik rendőr azt mondta, hát, nem is tudom vissza. Na, hogy akkor egy kicsit megijedtem. És elkezdtek dobálózni vizes palackokkal, betondarabokkal, kövekkel, kavicsokkal, amit értek. Ez olyan volt, mintha szóltam a rendőröknek, azt mondták, hogy jó, majd jövünk vissza. És semmit nem csináltak, elmentek. Akkor tudtam azt, hogy itt kevés lesz a beszéd, vagy az, hogy valami ellendemonstrációt csinálunk. Meg az, hogy Magyarországon ilyen többet ne forduljon elő. A Magyar Igazságszolgáltatás jóváhagyta ezt a rendőrségi álláspontot, hogy itt, ami valójában volt, hogy itt rendben voltak a dolgok is. Január 2017-ban mondta ki a Strasbourg-i bíróság azt, hogy hibázott a magyar állam, amikor nem védte meg az állampolgárait az erőszakkal szemben. Két érintett ember is, az ő társaik, meg a családjuk, meg a közösségük is megmutatta azt, hogy megéri bátornak lenni. És még az is egyébként egy nagyon nagy eredménye és fejleménye az ügynek, hogy most a Norbival, illetve a Zajkai cigány önkormányzata van egy közös projektünk, és együtt dolgozunk a gyűlöletbűncselekmények kezelésén. Szerintem ez egy ilyen csodálatos eredmény. Miért nem? Hát hogyne, ez is. Ezt sose gondoltuk.